alapvetően, hogy mi a, tehát hogy miért fontos szerintetek az erőszakmentesség, de ezzel párhuzamosan azt is felvettem, hogy egy szintén egy jelenséget prezentálva, hogy ugye biztosan többen hallottuk ezeket a híreket, hogy mégis megjelennek egyre erőszakosabb tiltakozási formák, amik általában egyébként a klímaválsághoz kapcsolódnak, legalábbis én ezen a területen érzékelem, mint például galériákba öntenek le festményeket, és akkor itt az erőszakmentességnél még azt is tovább vinném feltett kérdésnek, hogy szerintetek várható egy tiltakozási terrorizmus, így a jövőt nézve? Mondjuk a klímaváltozat. Lesznek szerintetek intézmények elleni etekek, vagy robbantások? Ez azért is fontos kérdés, mert hogy rengetegféle szervezet van, akik a tiltakozási formával, kommunikációs tiltakozási formával élnek. Jön a Greenpeace is, akkor vannak ilyen alszervezetek, mint az X-Szár, aki kicsit ugye még erőszakosabb formát, vagy a tiltakozásnak azt a formáját használják, ami még figyelemfelkeltő, talán nem is tudom. Szeretném erre a beszélgetésre elvinni, hogy mit gondoltok el az erőszakmentességről, és hogy ezekről a tendenciákról. Nekünk a szigorúan erőszakmentesség az azért fontos, mert ha már valami erőszakot beleviszünk, ami más embernek a testi épségét veszélyezteti, azzal egy olyan üzenetet közvetítünk, hogy a saját ügyünket fontosabbnak tartjuk az emberi életnél, egy ember épségénél, egy ember testi integritásánál. És ez egy olyan határ, amit szerintem nem szabad átlépni, mert vannak bizonyos emberi jogok, amiket alapvetésnek tartunk, és amiket nem szabad megkérdőjelezni, még akkor sem, hogyha klímaválságról van szó. És tehát, hogy bármilyen fontos ügyünk is van, azt nem szabad, hogyha azt látjuk, hogy csak olyan úton lehet ezt elröltetni a társadalomra, hogy ezzel másoknak ártunk, még hogyha nem is azoknak a konkrét embereknek, akikhez szólni akarunk, akkor ezzel egy olyan üzenetet, tehát akkor nem tudja igazából senki, hogy ki van biztonságban, hogyha már egy ilyen határt meglépünk. Röviden ennyi, erről még nagyon hasznos tudnék beszélni, de ez az első reakció. Egy kiegészítés. Ugye ennek van egy morális szempontja, amit szerintem magától értetődőnek tekintünk mindannyian, de akkor én csúnyább leszek, és mondok egy kommunikációs szempontot. Nem csak azért kerülendő az erőszak, mert csúnya dolog, és mert morálisan elfogadhatatlan, hanem itt már többen szóltunk arról, az előbb azt mondtad, hogy az a jó, hogyha arról beszélnek, amire, vagy arra válaszolnak. Szóval az erőszak a legjobb eszköz arra, hogy ne arról legyen szó, amiről szeretnéd, hogy szó legyen. Szóval abban a pillanatban, amikor ez a dimenzió belép, abban a pillanatban el van felejtve, hogy te most a klímaváltozásról, vagy az emberjogi sérelemről, vagy mit tudom én, olyan szinten elterelődik a figyelem, hogy az, amiről itt többen beszéltünk, hogy van egy cél, van egy terv, el akarsz mondani valamit, pont az válik teljesen lehetetlenné, mert onnantól kezdve nem arról lesz szó, hanem arról lesz szó, hogy te egy csúnya huligán vagy, aki a magán tulajdon tönkretette, stb. Az egy izgalmas kérdés, és akkor átadom a szót, hogy az erőszak-e, amikor egy festményt leüntenek mellesleg olyan festékkel, ami nem árt neki. Úgyhogy az önmagában persze, hogy mit tekintünk erőszaknak, és hogy nyilván nem személy elleni erőszak, hanem itt a tárgyak elleni erőszak, egy eltávolítani egy táblát valahonnan, ami nem tudom, olyan dologról emlékezik meg, amiről nem kéne megemlékezni, az milyen szinten erőszak, stb. De hogy általában az erőszak egyszerűen mondom, a kommunikációs szempontból tönkre teszi az üzenet közvetíthetőségét, szép magyar szóval. Mivel az időnk elfogy, csak tényleg két mondatban válaszolni gyorsan. Szerintem jól összefoglalta a Gábor például azt, hogy tehát, hogy amellett, hogy eltereli az üzenetről a figyelmet, valójában elfordító hatása is van. Tehát, hogy egyszerűen abban a környezetben, amiről beszélgettünk az elején, tehát, hogy nincs értelme, meg eleve megütöd a bokádat a politikával foglalkozni. Tehát, hogy azok nagyon kontraproduktív dolgok lennének, hogyha
a tüntetések az erőszakról szólnak. Tehát hogy ez, szerintem maga ez az elfordító hatás is fontos és figyelembe vendő, hogyha például a politikai kultúra változásáról beszélgetünk. A másik pedig, hogy mit tekintünk erőszaknak, szerintem az egy fontos kérdés. Összekötjük-e például azt a valószínűleg egyre növekvő erőszak hullámot a világban, amit egyszerűen a klímaváltozás hatására történni fog? Összekötjük-e ökoterrorizmussal? Nyilván lesz, aki összemossa majd. Viszont tényleg én nem tudok sajnos ebben a kérdésben elég optimistán fogalmazni, mert hogy tényleg itt zajlik előttünk, látjuk, hogy mi történik a Száhel térségben, országok omlanak össze. Tehát, hogy én nem vagyok optimista, és nem az zöld mozgalmak terrorizmusa miatt. Tehát nyilván lesz, aki majd ezt is úgy keretezi, hogy nem tudom én, ökoterroristák csinálják, de valójában egyszerűen ha és amennyiben becsukjuk a szemünket, és ez történik, és nem veszünk tudomást arra, hogy mi történik a klímaváltozás folyamatai kapcsán, akkor az erőszak jelensége ott lesz, és egész egyszerűen civilizációk fognak összeomlani. Tehát sajnálom, hogy ilyen negatív, erre a kérdésre nem tudtam optimista választ adni, és sajnos a keretezés az nyilván a médiában kulcskérdés, de hogy történni fog, ez attól tartok, hogy ez elkerülhetetlen. Köszönöm. Én a végére még egy olyat szeretnék kérni.